Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Ballett Café ismét. Most is nagyon illusztris vendégem van, és olyan vendég, akinek természetesen, mint mindig, köze van a Balettszínházhoz. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a stúdióba Elsimon Lászlót, a Nemzeti Múzeum főigazgatóját. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm a meghívást. József Attila díjas költő vagy, balettszerző most már, és szerkesztő, vállalkozó, politikus, szerintem nem is fér neki a papír, hogy mi mindennel foglalkozol. Az én szememben mindenképpen egy reneszánsz ember. Poliészter vagyok, tudom, mert polihisztorok már nincsenek, szerintem itt is elmondtam ebben a stúdióban, tehát nincsenek már polihisztorok. Az utolsó polihisztor az talán Herman Otto volt. Így a barátaim szerint én már polihisztor nem lehetek, csak poliészter. Nézd, nagyon sok mindennel foglalkozol. Az is eszembe jut, hogy olyan vagy, mint egy sakkozó, aki szimultán sakkozik, rendre nyeri a meccseit. Mi a titkod? Ezt hogy csinálod? Hát azért néhány sakmaton már túl vagyok, úgyhogy az ellenfél adta. Tehát azért minden meccset nem nyerek meg. De az nem is lenne egészséges minden meccset megnyerni. Sok-sok kudarc, vesztesség, bukás is fémjelezi az én életutamat, de azt gondolom, ez másokkal is így van. Mindig az volt számomra a kérdés, hogy épp lélekkel, tetterővel és alkotóvágyal föl tudok állni egy nagy veszteség után, és eddig hála Istennek sikerült, persze sokszor kellett hozzá segítség, jó szándék, barátok, családtagok, szeretete és figyelme az, hogy az ember nehéz időszakokat átviszeljen, de alapvetően az a dolognak a lényege, hogy amikor az ember támadják, és minél több mindent csinál, és minél ismertebb, annál többen támadják, akkor ezt tudja kezelni. Tehát azt kimondhatjuk, hogy a kudarcok azok az építőkövei a sikernek? Nem, én ezt nem mondanám. Kellenek a kudarcok? Hát nem tudom, milyen kudarcok nélkül élni, mert ahogyan a legtöbb ember életében, ugye az én életemben is voltak kudarcok, néhányat ezek közül megsporoltam volna, főleg azért, mert a kudarcok azt eredményezték, hogy nem tudtam folytatni megkezdett szép dolgokat, vagy nem tudtam befejezni megkezdett szép dolgokat, bár mindig hoztak új lehetőséget. És ezeket el tudtad engedni lelkileg? Hát van, amit könnyen elenged az ember, amit nehezen enged el. Tehát, és az visszatérsz aztán, hogy alkalomattán, amit még szeretnél megvalósítani, de nem sikerült egykor, akkor azt te visszatérsz később? Hát Attila, amikor az embert leváltják mondjuk az ámtitkásságból, de nem tud visszatérni, tehát az nem egy olyan dolog, ahol hát jó, hát akkor majd folytatom egy fél év múlva, mert kicsit pihenek, és összeszedem, most visszamegyek, mert ez nem így néz ki. Ez nem egy ilyen világ, nem egy ilyen műfaj. Te az én szememben alapvetően művész vagy, mert minden, amit csinálsz, és ez legyen a politika is, vagy a vállalkozásba, ugye értéket teremtesz, és jól csinálni valamit a számomra művészet. Hogyan lettél te végül is költő? Mert előbb voltál költő, mint politikus, vagy bármi más. Miért foglalkoztatott az írás? Nem szívesen beszélek erről, mert igazság szerint, ha valaki írásra adja a fejét, és most már sok évtized óta írok, nem mondom, hogy túl sokat, nem mondom, hogy túl rendszeresen, de mégiscsak 16 kötet fémjelzi a munkámat, amelyek nagyon eltérő könyvek egyébként, az is sokszínű. Tehát aki ír, attól mindig megkérdezik, hogy hogyan indult a pályám, mik voltak az első élmények, olvasmány élmények, indítatás. Ez tőlem már olyan távol van, és annyira mellékesnek tartom a saját életem, hogy arról beszélgessük, hogy milyen irodalmi hatások értek, hogy ezt, meg már annyiszor beszéltem róla régebben, hogy ezt nem szívesen teszem meg, de arra utalva, amit rólam mondtál, csak annyit tudok mondani, hogy én az egész életemet bármilyen feladatot végeztem, akár önként vállal feladatot, akár rám bízott dolgot, azt egyfajta alkotásként fogtam föl. Nem feltétlenül művészetként, hanem alkotásként. A kiváló cégvezető barátomnak a vállalata, a VHB vállalat, a VHB nevű építőipari vállalat azt a mottót használja az építkezésein, hogy maradandót alkotunk. És ez nekem nagyon tetszik, mert igazság szerint én is arra törekszem az életemben, hogy bármivel foglalkozom. Ott értéket teremtsünk, és maradandó értéket hozzunk létre, ami nagyon nehéz dolog egyébként. És ez nem csak egy hűs helyi kérdés a részemről, hanem mint hogy van egy
erős hajlam bennem a nosztalgiázásra és a régi világ értékeinek a felidézésére. Ezért az van bennem, hogy sok-sok olyan dolgot hozunk létre, amelyek valamilyen módon az elődök, a régiek, a szüleim, a nagyszüleim, dédszüleim munkásságát is folytatják, akár fizikai értelemben, amikor például most azon dolgozom, hogy a dédapámnak a visszavásárolt házában egy szép kis gazdasági központ legyen, akár szellemi, lelki értelemben is. Tehát mindent nem tekintetek művészetnek, bár a 20. században bármi lehet művész, tudjuk ezt Joseph Beuys-tól, de én úgy gondolkozom, hogy markánsan szétfálik a fejemben a három dolog alapvetően, ami mindig is meghatározta az életemet. Egy-egy intézménynek vagy állami szervnek a vezetése, ugye jelen pillanatban a Nemzeti Múzeumnak az irányítása, a magán gazdaságunk, a családi gazdaságunknak a tevékenység, és a harmadik pedig az alkotói munkám. Hol egyik, hol másik hangsúlyosabb, azzal együtt is, hogy azt, ami ahhoz szükséges, hogy mondjuk megfelelő színvonalon vezessek egy nagy intézményt, azt az időt arra rá is fordítom, ezt az energiát is, tehát a nyolcszoros munkaidőn túli időt az bőven kitöltöm. Hozzá kell tennem, hogy másra is sok energiát fordítok, de ebből csak egy következik, hogy viszonylag keveset alszom, és hogy általában a hétvégenként is dolgozom. Illetve, hogy a feleségem szokta mondani, én mindenről be tudom bizonyítani, hogy az munka, és hogy mindenről, amit csinálok, arra be tudom bizonyítani, hogy az a haza érdekét is szolgálja, de egyébként így van. Tehát azt gondolom, hogy a magánélek és a közélek találkozik, az jó, abból érték születik, hogyha az ember jól vezet egy vállalatot, vállalkozást, az a hazát is szolgálja, hogyha befizeti rendesen az adóját, azt a hazájáért is teszi, nem csak azért, hogy elkerüljön egy büntetést, valamiféle adóhatósági retorziót. Tehát, hogy én... A felelősségvállalás. Én nem véletlenül foglalkoztam sokat ipartörténettel, töltem szakosként is, meg azóta is. Írtam magyar ipartörténetről, mert azt gondolom, hogy az ipartörténetben jelentős szerepet vállalt személyek, azok a maguk területén kultúrát is, mintát is teremtettek, és egyébként, hogyha volt pénzük, akkor abból a kultúrát is támogatták. Tehát az, hogy én mondjuk a magyar élelmiszeripar történetét figyelemmel követem, vagy a más ipari területeket is, az azért is fontos, mert ötleteket, mintákat is próbálok meríteni ezekből. Sőt, ezek a tapasztalatok, tudások, tudásanyag visszaköszön mondjuk most olyan kiállításoknak a előkészítése során is, amit a kiváló Gál Vilmos nevű kollégám végezzen a Nemzeti Múzeumban, Magyar Expo Sikerek címmel nyitunk meg egy olyan kiállítást, amelyik 170 év magyar világkiállítási sikereit mutatja be, és ott bizony jelen van a magyar élelmiszeripar, a pixelámitól a törlei pezsgőig, azok a termékek, amelyek valamelyik nagy világkiállításon díjat kaptak, és amelyek ma is létező termékek, vagy akár a cvak, sorolhatnánk őket, amik a mai magyar ipartörténetben is léteznek. Még a szocializmus sem tudta őket tönkretenni, bár nem egy esetben erre szándék volt, és voltak azért olyan brendek, márkák, amelyeket valóságosan tönkretettek. Szóval a lényeg az, hogy igen, mindent szeretek alkotásként fölfogni, amikor egyesek azt mondják, hogy jó, hát a magángazdaságát építi, és hogy hát ez az csak magánérdek. Nem, én úgy fogom fel azt is, hogy az is közérdek, hogyha az ember sikeresen visz egy vállalkozást, hogyha ott más embereknek munkát ad, azokat tisztességesen kifizeti számukra is, kötelességtudatból példát ad, akkor az igenis a közösség érdekeit is szolgálja. Tehát szerintem az az igazi, amikor a magánérdek és a közérdek találkozik. A kettő egymással szemben nem mehet, mert az abból mindenképpen olyan konfliktus lesz, ami komoly nehézségeket szül. Tehát ez eredményez gyakorlatilag egy egészséges társadalmat, vagy egy társadalomnak a működését. Eredményezne, mert azért a magyar társadalom az ezer sebből vérzik. Tehát itt azért nem sikerült egy felelős polgárságot kialakítani. Sok-sok történelmi vihar akadályozta ezt meg az elmúlt 200 évben, vagy mondjuk közel 200 évben. Azért itt a kommunizmus életeket, sorsokat, magángazdaságokat, művészi pályákat, egzisztenciákat tört ketté, zúzott szét, ebből nagyon nehéz. És egy olyan szemléletváltozást hozott, amiből mind a mai napig nagyon nehéz fölállni, illetve komoly változásokat elérni. Tehát, te mégis ezt ahogy úsztad meg?
Tehát hogy tudtál paradigmát váltani? Én nem úsztam meg. Hát a munkásságod az bizonyítja. Én tudatos ember vagyok, és szeretek dolgozni, tehát csak ennyi. Nyilvánvalóan, hogyha ennyi mindent csinál az ember, mint te, és sikereket ér el, ahhoz feltételezi azt, hogy csapatba tud dolgozni. Tehát nyilván nem egy one-man show, még hogyha ugye kijelölöd az énekat. Mi határozza meg, hogy ki kerülhet be a te csapatodba a különböző területek, az élet különböző területén, ahogy dolgozol? Milyen kvalitásoknak kell megfelelni? Hát ez kulcskérdés, amit mondasz. Tehát az igazság, hogy egyrészt sosem derogált nekem, hogyha nem vagyok csapatkapitány, bár vezető típus vagyok, és ezért sok helyen, ahol én tevékenykedem, ott én irányítok, de kompromisszumkész vagyok, és képes vagyok másoknak az érveit is meghallgatni. Tehát fontosabb a cél a saját egódnál, azt mondod? Nem feltétlenül így közelíteném meg, hanem azt tudom, hogy a siker érdekében össze kell fogni, meg azt is megtapasztaltam, hogy vannak olyan műfajok, hogy az ember önmaga hoz létre dolgokat, ez viszonylag kevés ilyen dolog van, például az írás ilyen. Tehát amikor az én nevem alatt megjelenik egy írás, akkor azt én írtam. Azt nem csapatba írjuk, azt nem írjuk öten. Nyilván nem is erre gondoltam. Nem, de akár lehetne, mert ugye mégiscsak a politikába eltöltöttem bő egy évtizedet, és a politikában ez igen gyakori, és ezt morálisan vállalható is. Tehát az, hogy egy politikusnak a beszédeit, azt egy, főleg minél magasabb pozícióban, és minél több munkája van, minél több rétűbb a munkája. De ilyet te csináltál. Ezért egy politikus beszédeit, hogy egy tím írja, az szerintem teljesen rendben van, és utána az egy politikus nevalon jelenik meg, akár később, az utókor kiadja, ez is rendben van. Tehát ez egy ilyen világ, ez egy ilyen műfaj. De minthogy engem valamiféle íráskészséggel a Jóisten megáldott, ezért én még az ilyen helyzetekben is ragaszkodtam azon, hogy magam írja meg a szövegeimet. Nem tagadom, hogy nekem is voltak olyan közéleti beszédeim, ünnepi szónoklatim, amikor mások a kezem alá dolgoztak, ez egy teljesen természetes dolog, de ezek az írások nincsenek benne a könyveimben. Tehát ami a könyveimben bekerül, azok mind-mind olyan írások, amelyeket én írtam, és amelyek az én szellemi termékeim. De hogyha már más világra nézek, tehát mondjuk a Nemzeti Múzeumban, én kifejezetten élvezem azt, hogy nálamnál 10-20-30 évvel fiatalabb, hát 30 még nem, mert azok most 20 évesek lennének, de ilyen 10 és 20 évvel fiatalabb kollégákkal ülünk, és a szószoros értelemben brainstormingolunk, tehát hogy egy közös alkotási folyamat részese lehetek, ahol legfeljebb vitás helyzetekben döntök én. Mondom, hogy jó, akkor A vagy B közül legyen az A, de általában az a folyamat, ami során kialakulnak szellemi vagy esztétikai produktumok, azok ez egy együtt gondolkodás eredményei, és most már másfél éve vezetem a Nemzeti Múzeumot, minél több mindent csinálunk, annál inkább hagyatkozom a kollégáimra, most már megismertem azokat is, akiket örökül hagyott nekem az elődöm, és azokat pedig már ilyen ismertem, akiket én vittem oda. De az is egy más szituáció, amikor valakivel van egy jó baráti szakmai kapcsolatom, meg amikor főnök beosztotti viszonyban kell együtt dolgoznunk. Tehát még az általam odavitt kollégákkal is van néha súrlódás, és van olyan szituáció, amikor ki kell ismernünk egymást. És hát ugye, mivel most kacérkodom, mert hogy mindig valami új dologgal is foglalkozom, az a film, illetve filmsorozat forgatókönyvírás, az pedig azt gondolom, hogy kifejezetten egy olyan műfaj, ahogy azt Amerikában is űzik, ahol egy team dolgozik. Tehát ugye nem úgy néz ki Amerikában, amikor kiírják egy film elejére is. Producerrel kell együtt dolgozni. Hát nem csak azt, hanem forgatókönyvvel is. Tehát főleg a sorozatoknál, az egy team munka, az egy folyamatos brainstorming, és ez nem úgy néz ki, hogy egy maga valaki leül és megír az elejétől végig a forgatókönyvet. Még egy nagy játékfilm esetében is, amikor ott van az, hogy forgatókönyvírós egy embert ír, akkor az általában a vezető forgatókönyvíró, de egy filmsorozatnál meg kell nézni ezeket a mai jó sorozatokat, azt látjuk, hogy már csak ha egy személy neve van kiírva, és azt írják, hogy a karakter kitalálója ő, de valójában
Tehát magyarul kitalálja a keret történetet, a főszereplő karakterét megalkotja, tehát megcsinálja a sztorinak úgymond a kereteit, de igazság szerint részről részre egy olyan csapatmunka van, hogy többen írják a forgatókönyvet, beleszól, kihúz, átalakít. Egy-egy a legrangosabb sorozatnál is azt látjuk, hogy egy-egy részt más rendező rendez, tehát hogy még a rendezés is egy ilyen összetettebb, komplexebb munka. Tehát magyarul tőlem nem áll távol a közös munka, a csapatba való gondolkodás. Ez az egyik a kérdésre válaszol, másik pedig az, hogy én nagyon szeretem azt, hogy ugyanakkor szeretem azt is, hogy szervezetet irányítok, és ott nagyon fontos az, hogy jó munkatársaim legyenek, és a szervezeten belül minduntalan erőltetem, erősítem a horizontális együttműködést is, mert minél nagyobb szervezetet vezet valaki, annál kevésbé lehet az, hogy mindent egy kézben, és ilyen állandóan fölle menő információáramlással, meg utasítási rendszerrel akarjunk irányítani. Csak hogy a tévénézők értsék, a Nemzeti Múzeumban dolgoznak 680-an, tehát ez egy egész nagy üzem. 40 telephelyünk van szerte az országban, 17 filiánk Sárospataktól Esztergomig, tehát egy nagyon nagy üzemről beszélünk, és hogyha a régészeti munkának a hatalmas költségvetési adottságait, bevételét is hozzászámoljuk az alapköltségvetésünk, akkor majdnem egy 17 milliárdos éves költségvetési intézményről van szó, tehát egy vállalatnál is ez már egy komoly számnak számít. Én minden beszélgettem Múri Attila barátommal, ott voltam a vállalatuknak a születésnapi ünnepségén, ugye itt Székesfehérváron a jeles személyiség és az állatkórház, meg a Alphavet cégcsoportnak számos részlege tartozik hozzá, egy hatalmas árbevételű, sikeres, Fejér megyei, székesfehérvári vállalatról és vállalkozóról van szó, tehát kevesebb az alkalmazottjuk, mint a Nemzeti Múzeumnak. Nyilvánvalóan nehéz is ezt összehasonlítani, csak ezzel akarom jelezni, hogy egy ilyen létszám, egy ilyen szervezet, az, hogyha azt szakadjuk, hogy hatékony legyen, akkor néha a vállalatirányításhoz hasonló eszközrendszert kíván meg a menedzsment részéről. Beszéljünk, mert mégiscsak a Balettkafébe vagyunk, beszéljünk most a táncról. Hogy kerültél te? Mi tudjuk, hogy kerültél a tánc közelébe, de még mielőtt mi találkoztunk volna, téged mindig is érdekelt a tánc. Nagyon sok mindenről tudnánk beszélni, itt 45 percben nem is fér bele, tehát azért a te portrédat megrajzolni itt 45 percben az egy Mission Impossible lehetetlen vállalkozás, de mégis beszéljünk a táncról, illetve majd beszéljünk arról is, hogy miért az avantgárd áll hozzád a legközelebb, mert aki ismeri a te munkásságodat, írói munkásságodat, akkor az ugye az avantgárdhoz kötődik. De mindenek előtt beszélünk arról, hogy mikortól, vagy milyen élmény hatására kezdett el téged érdekelni a tánc? Hát én a 90-es évek közepe óta figyelemmel követem a kortárs magyar táncot. Ennek alapvetően az az oka, hogy abban a kortárs művészeti folyamatban, amelyet én is sokáig szerkesztettem a Magyar Műhelyben, próbáltunk megjeleníteni a kísérletező művészet, nevezzük így, sokan nem tudnak ezzel a fogalommal mit kezdeni, tehát az új utakat kereső experimentális művészeti területek valamennyi fontosabb személyétől vagy személyéről valamit, tehát törekedtünk, hogy ezt megjelenítsük alapba, és hát így az irodalom, a képzőművészet, a zene, a mellett a színház és a tánc is a figyelmünknek a fókuszába került. És mindezt kiegészítette az, hogy a 90-es évek közepén egyetemistaként megismerkedtünk egy akkor velünk azonos korú nagyon fiatal, tehát a 20-as éveinek a közepén járó fotóművésszel, Hapák Péterrel, aki egy nagy múltú debreceni táncfotókat készített. Igen, aki egy nagy múltú debreceni fotós dinasztiának a tagja, és gyakorlatilag ráállt arra, hogy csak táncot fotózzon, és abból is a kortárs táncot. Tehát nagyjából azt a műfajt, amit ti is a Székesfehérvári Balett Színházban megvalósítatok, és mi együtt jártunk mindenféle táncfesztiválra, de nem csak Magyarországon, hanem külföldön is. Hapák Péterrel jártuk a táncfesztiválokat, Muszínházba, akkor még nem volt a Trafó, akkor később, amikor megnyílt Budapesten a Trafó szintén, de voltunk vele is, meg nélküle is, Lengyelország, Csehország, én nem tudom mennyi fesztiválon, ahol kortárs
tánc és színház az, amivel szembesültünk. Tehát én nagyjából így a 90-es évek végére egy átfogó képpel rendelkeztem a kortárs táncról, és a Hapák táncfotóihoz írtam is egy esszét, ami az első esszékötetemben jelent meg, talán 98-ban, már nem emlékszem pontosan, hogy hányban, de valahogy így jelent meg a kortárs táncról szóló, a kortárs táncfotókról és a táncról szóló esszém, ami jelezte azt, hogy engem ez a műfaj érdekel, de igazániból annyira közel sose kerültem hozzá. Tehát nem lettél táncos? Igen, szerintem ne borzoljuk a nézők idegeit, tehát nem lettem táncos természetesen, de annyira közel nem kerültem hozzá, mint amúgy az utóbbi években, mint nyilván neked köszönhető, hogy te úgymond alkotótársnak hívtál magad mellé néhány projektben. És nem is akármilyen, itt látható például az idézőjelek, amit legutoljára a Nemzeti Színházba játszottunk nagy sikerrel, vagy mondhatnám a Fantomfájdalmat című balettet, vagy a Percről Percre, az Örkény darabra, Tilos a fűre lépni, tilos. Szóval sok mindent csináltunk együtt. Engem nagyon megindított az, ahogy te fogalmazol, ahogy te írsz, ahogy te képekben láttatsz világokat, pikoló mundókat, és az nagyon közel állt az én fogalmazványaimhoz, vagy ahhoz, hogy ahogy én gondolkozok a táncművészetről, és mint hogy a zenét is mindig igyekszem láttatni, így amikor irodalmi mű kerül a kezembe, akkor az irodalmi művet is szeretném láttatni, nyilvánvalóan az én prizmámon keresztül, tehát nem egy az egybe az, ami az írás, és azt gondolom, hogy ez nagyon sikeres munkák voltak, akik még nem látták, ajánlom figyelmükbe, hogy nézzék meg ezeket a dolgozatokat, élményt jelentenek, nekem is minden előadás egyébként élményt jelent. Te hogy értékelnéd, tehát mi a legnagyobb értéke annak, hogy ma, a mai világban, egy városban úgy dönt a városvezetőség, hogy megalapít egy kortárs táncszínházat, ez most jeles esetben a Székesfehérvár Balett Színház. Miben látod ennek a legnagyobb jelentőségét? Nézd, új kultúrás intézmény létrehozásának az ember mindig örül. De minthogy voltam kulturpolitikus is, tehát hogy elég sokat dolgoztam a kultúra irányításában is, ezért mindig óvatosságra és mértéktartásra is intem magunkat, hogy miből mennyit bír el a költségvetés se az államnak, vagy az önkormányzatoknak. Székesfehérvár esetében, tehát például az, hogy mennyi új állami intézményt hozzunk létre, azzal kapcsolatban én nagyon-nagyon óvatos vagyok, és mindenkit visszafogottságra intek, mert jó dolog új múzeumokat, intézményeket, nagy épületeket építeni és intézményeket alapítani, de a régieket is szinten kell tartani, sőt, ha lehet fejleszteni. Tehát, hogy érthető legyen a példám, nagyon örülök a Magyar Zeneházának, meg az Új Néprajzi Múzeumnak, de remélem azt is, hogy az Iparművészeti Múzeumnak a felújítása is meg fog valamikor kezdődni, és azt is remélem, hogy ha már 8 milliárd forintot elkötöttek az adófizetőknek a pénzéből az új közlekedési múzeum tervezésére, akkor ez meg is valósul, és azon a helyszínen, ahol autentikus az északi járműjavítóban Budapesten. Tehát nem kéne elpazarolni az adófizetőknek a pénzét, és ez egy nagyon jó koncepció. Tehát, de én biztos vagyok benne, hogy a miniszterelnök bölcsessége mind az Iparművészeti Múzeum, mind a Közlekedési Múzeum esetében jó irányba fogja terelni a folyamatokat, mert eddig ezt tapasztaltam. A Székesfehérvár esetében egy nagyon szerencsés helyzet volt és van. Az ország egyik legjobb adóerőképességével rendelkező városáról beszélünk, egy ipari városról, ahol egyébként a kulturális infrastruktúra kisebb, mint amit a városnak a teljesítőképessége elbírna. Tehát nincs annyi kultúrás intézmény, és nem olyan nagy kultúrás intézmény vannak, mint ami következhetne a város kapacitásaiból, és szerintem a polgármester úr ezt helyesen ismerte föl, és úgy gondolt, hogy a színház, a városi levéltár, ami egyébként nagy dolog, hogy hiszen össze-vissza három városnak van saját levéltára Magyarországon, a többi mind a nemzeti levéltár részét képező megyei levéltár. Itt Székesfehérváron valójában három levéltár is van, hiszen van az egyházi levéltár, van a városi és van a megyei levéltár. Tehát a színház, a levéltár, a múzeum, a művelési házak és a Vörösmarty Mihály megyei könyvtár mellett
persze mondhatnám még a zenekart, a zeneiskolát, tehát sok-sok mindent, de hogy ezek egyikese olyan nagy, mindegyik városból tudnánk hozni egy példát, a Szolnoki szimfonikusok sokkal nagyobbak, mint az Alba Régi, a Kaposvári Színház bizonyos szempontból nagyobb, mint a Fehérvári Színház. Tehát lehetne sorolni a példákat, tehát hogy jól ismerte fel a város, hogy emellett még egy új intézmény elfér a palettán. Én azt gondolom, hogy elsősorban a Győri Balett lebeghetett az ő szemük előtt is példaként, és hát nyilvánvalóan az, hogy te jöttél, hogy te hazajöttél külföldről, és létrejött egy új társulat, amely most már sikerre halmoz, ez egy nagy érték. De hát ez mindig a kezdeti lendületből következő dolog, aztán már meglátjuk, hogy hogyan tovább. Tehát igazság szerint az volt a nagyszerű, amikor nem olyan régen a Győri Balettnek a születésnapi ünnepségé lehettem ott. Tehát, 42. Ez, nem, a 40-en. 40-en volt. Tehát amikor a kerek évforduló volt, tehát az volt egy nagy ünnep Győrben, emlékszem még a Kis Jánostól gyönyörű szép, erre az alkalomra készült porcelán tálat kaptunk. Mindenki, aki ott volt, és megtisztelte őket, meg ők is megtiszteltek bennünket ezen a nagy ünnepségen. Tehát És hát nagyon sokat hozott ugye a Győri Balett. Hát a Győri Balett Győrnek azokban az időkben is, amikor mondjuk az ipar a szocializmus összeomlásakor szinte összeomlott és igencsak megtépázták, akkor mindezt a nemzetközi világban pótolni tudta. Tehát amikor már csak éppen, hogy úgy emlékeztünk a Rábára, mint egy kimúló szocialista vállalatra, sajnos, bár azért valami tovább élt onnan is. Szóval amikor a magyar nagyipar az összes komoly városban kereste a helyét, a jövőjét, hogy mi lesz velük, láss Miskolcon, micsoda pusztítás, vagy pusztulás és összeomlás következett be. Szóval akkor az, hogyha bárki Győrre tekintett, akkor tudták, hogy van ott egy világhírű balett, ez szerintem nagyon nagy erő és érték is volt. Nyilvánvalóan ez személyfüggő is volt, mert kellett hozzá egy Markó Iván, és aztán kellett hozzá egy Kis János, aki átvitte az ő munkáját. A Fehérváron és kellett 40 év. Hát 40 év munka, siker. 40 év siker. 40 év siker, 40 év folyamatos jelenlét. Ugyanis balettszínházat nagyon nehéz létrehozni, ezt nem én mondtam egyszer, hanem Christopher Bruce, egy nagy alkotó, nagy koreográfus, angol koreográfus azt mondta, hogy ahhoz, hogy egy balettszínházat elindítsunk, létrehozunk, az 10 év kell tönkretenni, egy év alatt is lehet. Jó, hát Fehérváron még annyit, hogy azért ugye a győriek azt nagyon jól felismerték, hogy együtt kell, hogy lélegezzen a színház és a balettársulat. Feltétlenül, színházi tehát, műfajról tehát beszélünk. Itt is az, hogy igazán meg tudjon erősödni az a társulat, meg az a színház, amit te vezetsz, az kell, hogy a színházban otthon legyen. Tehát én például már mondtam egyszer a polgármester úrnak, alkalmattam, hogy mondom a színházigazgató úrnak is, hogy hát a bérletes előadások közé azt kell mondani, hogy az 5 előadás közé mondjuk egyet bevesznek a balettől is, mert akkor az erősíti, hogy a közönséget szocializálja, formálja, elindultunk ebbe az irányba, neveli. Még nem valósult meg, bízom benne, hogy a jövőben megvalósul, de aztán... De nem adok ilyen tippeket, még azt hiszik, hogy összebeszéltünk, vagy te kérted, hogy mondjam, pedig nem. Ugye én magam... Nem, hanem én már évek óta mondom azt, ezt hogy... Ezt sokan mondták, ezt nem te vagy ezzel az egyet. Tehát sorra keresnek meg akár az utcán is emberek, hogy a bérletbe tudunk-e jegyet venni. Tehát nagyon sokaknak ez evidencia. De ez el is fér. Hát akár én emlékszem arra, amikor gimnazista voltam. 86-tól 90-ig jártam a Székesfehérvári Teleki Blanka gimnáziumba. Nekem bérletem volt természetesen a Vörösmarty Színházban. Somolyai tanár úrnak a megbízásával én szerveztem a Filharmonia bérleteknek az eladását. Nem volt a Vörösmarty Színházban akár délutáni koncert, ami ne ültem volna ott. Minden szimfonika zenekari filharmonikus, vagy filharmonia által szervezett koncerten ott voltam. És hogyha esetlegesen tánc vagy opera előadás volt, ami javarész vendégjáték volt Fehérváron, akkor azon is ott voltam. Tehát mi tulajdonképpen úgy nőttünk föl Székesfehérváron, hogy egy komplex színházi élményt kaptunk. Olyan élményben volt részünk, mint hogy ez egy háromtagozatos színház lett volna, pedig ez akkor is egy prózai színház volt, sőt évekig küzdött az, hogy nem volt saját társulata, és a többi. Tehát azért nem volt ez egy mindig virágzó színházi kultúra, most ahhoz képest sokkal jobb helyzetben van a
a város is, és a színház is, és azt az ember szem előtt az lebeg példaként, ami mondjuk Pécsen, Győrben, Szegeden, Debrecenben vagy Miskolcon van, ugye ezek a nemzeti kategóriai színházak, ahol mindenhol háromtagozatos a színház, és hát mondjuk a Szegedi Balett, a Pécsi Balett példája is nagyon fontos. Nyilvánvalóan nem azt mondom, hogy legyen Székesfehérváron is operajátszás, mint Pécsett, ahol mondjuk olyan személy is kell hozzá, mint amilyen a Gulyás Dénes, Kossuth Díjas operaénekes, aki a vállán viszi a pécsi operajátszást. Nincs erre szükség, mert túl közel is vagyunk Budapesthez, és a mi közönségünk sokkal könnyebben éri el akár a budapesti operát, vagy a mondjuk az Operett Színházat, a Nemzeti Táncszínházat, mint a pécsieké. Azért Pécsen fontos az, hogy sok minden legyen olyan, ami Budapesten is van. Fehérváron ez nem így van, de például a kortárs táncot nézzük, akkor az egy nagy erő, hogy Fehérváron egy ilyen társulat létrejött. Én úgy látom, szerzőtökként is, hogy most így az elmúlt néhány év után végre nem csak a szakmai közönség figyel rá, hanem mások is, tehát a széles közönség is. Ezt jól láttuk a legutóbbi bemutatókon a Nemzeti Táncszínházban. Tehát egyre több olyan személy jön el az előadásokra, a budapesti vendégjátékokra is, akik figyelik a kortárs táncot, és fölfigyeltek rá. Létezik. Tehát akik mondjuk ott ülnek egy Frenák, és a többi sorolhatnak kiknek az előadásain, vagy akár a Nemzeti Balettnek az előadásain, ami az ő ízlésükbe, profiljukba vág, és akkor elkezdték jegyezni ezek között a Székesfehérvári Balettszínházat is. Nagyjából egy 5 év kéne még ahhoz, hogy ez van így... Van még időnk, ugye azt mondta Christopher Bruce, 10 év kell ahhoz, hogy egy színház egyáltalán ismert legyen, vagy egy balettszínház. Hát most 4 év telt el, jövőre ünnepeljük az ötödik megalapításunk, az ötödik évfordulóját. Ugye azt mondtuk, hogy nagyon sok mindent csináltál életedbe. Voltak sikerek, voltak kudarcok, ez mindenkinél így van, aki alkot, ez vele járója. Van-e olyan, amit kiemelni, mit tartasz a legnagyobb sikerednek az életbe, vagy adott esetben az még várat magára? Hát az, hogy sikerült szép és okos gyerekek világra hozatalába segítkeznem a feleségemnek, tehát így. Tehát a család. Hát persze, tulajdonképpen, hogyha az ember belegondol, lehet, hogy minden, amit csinál, az enyészet részévé válik, mert hogy amit fölépítesz épületet, az majd eltűnik, amit létrehozol gazdaságot, az majd csődbe megy. Biztos, hogy eltűnik? Vagy egy idő után nyilván 100 év, 1000 év múlva? Nem lehet tudni. Fontos ez számodra, hogy maradjon fenn a munkádból mondjuk hosszú ideig érték? Európai kultúrában élünk, tehát álszentségben azt mondani, hogy nem fontos. Tehát most kérdezhetsz ilyeneket, de igazság szerint... az egész kultúránk arról szól, gyakorlatilag a reneszánsz óta a művészetünk is arról szól, hogy névhez, szerzőséghez legyen kötött. Hát az egész szerzőjogi rendszerünk arról szól, hogy a szerző joga az nem más, mint a szerző nevének, teljesítményének, művének a körülbástyázása a jogi eszközökkel is. Hát ebben a kultúrában a szerzőség az nagyon-nagyon fontos. És a másik, ami ebben a kultúrában fontos, az időtállóság. Tehát Ázsiában olyan dolgokat építenek fából, amit mi biztos, hogy kőből építenénk, pedig ott is van kő. A tibeti szerzetesek által készített mandalákat, amikor elkészülnek a gyönyörű művükkel, akkor szépen összesöprik, és aztán beleszórják a folyóba, és nem szignálják előtte, hogy ki készítette a művet. Tehát egészen más a viszonyuk a műhöz, meg az a szerzőséghez, az élethez, az időtállósághoz, mint nekünk. Hát mondhatnám azt, hogy én úgy gondolkodok, mint egy tibeti szerzetes, de nem mondanék igazat. Gondolkozhatnál. De nem tudok úgy gondolkodni, én ízig-vérig európai vagyok, és magyar, és keresztény. Tehát, és én nem is akarok úgy csinálni, mintha nem lennék az. Nem is akarok álszent lenni, és azt mondani, hogy engem ez nem érdekel. De hát érdekel, és hát az ember, amikor alkot ebben a kulturális közegben, ezekkel a mély vagy erős determinációkkal, akkor ezekkel nem tud kitérni. Én nem is akarok. Tehát, hogy
én nem akarok másmilyen lenni, mint ami a saját kultúránkból következik. Mert hogy én egyébként szeretem a kultúránkat, és lehet azt mondani, hogy hú, hát lehetne ez máshogy is, és lehetnék krisnás is, meg nem tudom, buddhista is, mindenféle lehetnék, követhetném a taoizmus tanításait, és ezeket nem iróniával mondom, mert ezek mind inspirálók egyébként, és szépek, és értékesek, de nem az enyémek, tehát hogy nem az én világom. Ezért nyilvánvalóan azt tudom mondani, hogy persze, hogy érdekel az időtállóság. De elkanyarodtunk, mert ugye arról kezdtem beszélni, hogy az ember számára mégiscsak bármit csinál, az zenészet részévé válhat. És egyébként, hogyha azt nézem, hogy mennyien alkotnak, mennyien írnak, mennyien festenek, tehát nem tudod követni sem. Figyelemes tudod követni a kortárs magyar képzőművészetet, annyi alkotó van, azok annyi egymással rivalizáló szemlélet, mű, iskola, irányzat és a többi. És hogyha mindent nézni akarsz, ráadásul ugye az internet mindent behoz a világunkba, a tetováló művészettől a filmművészeten át, a szobrászaton keresztül, a multimédia művészetig minden őrület, ami van, micsoda kínálati gazdagság, az iparművészet, a belsépítészet, az építészet maga, hát egy hatalmas nagy kínálati kavalkád van. Hát, borzasztó nehéz szelektálni. Ebben azt egyáltalán mondani, tehát én arra azt mondom neked, hogy érték, te azt mondod, hogy nem, és te azt mondod, hogy az az érték, és látszólag a kettő egymást kioltja. Tehát ez egy borzalmasan nehéz képlet. De mégis az ember arra törekszik, hogy az ember valami időtálló értéket hozzon létre. De nem tudod megjósolni, hogy mi az, ami időtálló, mi az, ami kiesik az időrostáján. De egy biztos, hogy az élet továbbadása az egyik legfontosabb dolog. Tehát ez nem feltétlenül az, ami tudatos dolog. Jó esélye egy genetikailag kódolt program. Ez mindenkiben benne van. Azokban is benne van, akiknek más a szexuális orientációja, mint nekünk. A vágy az olyan mély, hogy az mindent fölülír. Tehát ez egy az élet továbbadásának az ösztöne, ez egy nagyon szép dolog szerintem. És mondom, szerintem minden, vagy hát nem minden, de majdnem minden emberben benne van. Talán azok folytják el magukba, akiket mély gyerekkori traumák értek, és akik számára a család vagy a szeretet nem ugyanazt jelenti, mint a számomra. És a szeretet az meg egy olyan erő, ami tehát az a legnagyobb erő, aminek nincsenek fizikai mutatói, tehát az egyetlen egy olyan erő, amely fölülírja a természet tudomány szabályait, és ez egy másik dimenzióból jön. Ez a fajta szeretet az, ami legkiváltképpen a szüleinkhez, meg még inkább a gyerekeinkhez köt bennünket. Te mennyire tartod magad történetmesélő embernek, tehát akár a műveiden keresztül? Fontosak a történetek, és mennyiben fontos a történet hiánya? Hát a legfontosabbak a történetek. Sokáig én is elhittem azt a posztmodern maszlagot, hogy nem kellenek történetek, és nem bánom, hogy csináltam sok olyan dolgot, amikben a történetiség háttérbe szorul, vagy a történetmesélés háttérbe szorul, de részben idősödöm, részben a gyerekeim is arra predesztinálnak, hogy történeteket meséljek és adjak át. Jó, hogy ezt ugye a privát életben nem mindig tudtam megtenni, tehát mondjuk apaként az egy másik dolog, hogy azzal a kockázattal is számolnom kell, hogy a gyerekeim lehet, hogy nem fogják elolvasni azokat a történeteket sem, amiket leírtam, majd talán elolvassák az unokáim, vagy majd valaki később rájuk talál. Fontos neked, hogy ők ezt elolvassák? Hát jó lenne, de nem erőltetem. Tehát te sose erőltetted, hogy ülj le oda és olvasd. Jaj, hát hogyan? Tehát most azt mondani a gyerekednek, hogy kötelező elolvasni, amit apád írt, főleg úgy, hogy az írásaim nagyobb része nem gyerekeknek szól, tehát hogy olyan esszéket írok, amikhez... Nekik kell rátalálni ezekre. Majd 30 évesen, vagy nem tudom hány évesen, tehát nincs ez semmi baj, nem kell. Egyébként sem erőltettem egy csomó mindent a gyerekeknél, lehet, hogy még túlzottan liberálisan is neveltem őket, tehát hogy lehet, hogy valamit kellett volna erőltetni, vagy lehettem volna határozottabb szülő, de hát most már utólag az ember, a legkisebb gyerekem is 16 éves, tehát így már utólag könnyen okoskodok. De vannak olyan műveid, foglalkoztunk is ilyen művekkel, akár az idézelekben, ahol a történet hiánya szül történetet az emberekben, vagy hívelő képeket? Nem a történet hiánya, nem.
ott azon morfondírozunk, hogy lehet-e történet nélkül élni. Tehát inkább tehát az, hogy az embernek vannak filozófikus időszakai, korszakai, és egyébként azon elmélkedik, hogy a történet az mennyire fontos, abból még nem következik az, hogy végül arra jut, hogy nem fontos. Tehát hogy én arra jutottam mindig minden ilyen gondolkodás során, hogy a történetek tartanak össze bennünket. A történetek adják meg az identitás keretünket. Ez most teljesen mindegy, hogy mekkora közösségről beszélünk. A legkisebb közösségnél is fontosak a közös történetek. És egy nemzetnél is. És egy nemzetnél is, de én túlmegyek ezen. Tehát, hogy igazság szerint azt gondolom, hogy azóta, hogy a világ ennyire globalizálódott, vannak részben nemzetek fölötti történetek, vagy olyan történetek, amelyeket egy-egy kultúra szült meg, és mások is átvettek. Egyébként is voltak egyetemes történeteink, gondoljunk csak a kereszténységre. Tehát Jézus története az nem a mi történetünk, hanem az minden kereszténynek a története. Tehát magyarul olyan történetek... Alapműnek tekinthető. Olyan történetek épülnek be a mi kultúránkba, vagy termékenyítik meg a mi kultúránkat, amelyeket adott esetben nem mi hoztunk létre. De ez igaz a görög-római kultúrára és sok minden másra is. Tehát ez egy másodpercig... Egy másodpercig nem merném azt állítani, hogy csak és kizárólag a mi saját történeteink fontosak, mert hogy pontosan inkább úgy fogalmaznék, hogy sok történet a miénk lesz, amit egyébként nem feltétlenül nekünk, vagy nem csak nekünk szántak. És hát vannak olyan történetek meg, ahogyan még inkább zsugorodik össze a világ, előbb-utóbb lesznek olyan történetek, amelyek az emberiség történetei, és aztán lehet, hogy a lokalitás, hogy egyszer csak úgy tágul ki előttünk a világ, mint egy fantasztikus filmben, hogy maga a Föld lesz egy lokalitás. És de jelen pillanatban még azért a lokalitásért küzdünk, én legalábbis, mert hogy a lokalitást én nagyon fontosnak tartom, tehát a lokális identitásokat, legyen az a megyei, vagy a tájegységhez kötődő identitás, a magyarsághoz kötődő identitás, tehát a nemzeti identitás, hogy én azt gondolom, hogy ma az a tét, hogy ezeket a sajátos színeket, ízeket, karaktereket megőrizzük. Azt, ami a miénk, ami magyar. És ebben nincsen kizárólagosság. Tehát amikor én ragaszkodom a sajátomhoz, akkor nem mondom azt, hogy ő egyébként, aki német, vagy amerikai, vagy nem tudom, holland, vagy akármilyen bantu néger, hogy ne ragaszkodjon a sajátjához. Ettől gazdag a világunk, hogy különböző kultúrák vannak. Én nem bántom, hanem érdeklődéssel figyelem és tisztelem. Tehát én akárhol... Tehát ezek párhuzamos kultúrák. Én akárhol jártam a világban, mondhatom az országokat, Japántól, Kubáig, Oroszországtól, nem tudom, Egyiptomig, nagyon sok fele jártam a világban. Mindenhol empátiával és érdeklődéssel viszonyultam ahhoz a befogadó közeghez, ahova mentem. Mindenhol találtam értéket, szépséget, gondolatot, ami azonosulni lehetett, de azért mindig jó volt hazajönni. Mindig jó volt azt mondani, hogy na jó, oké, el lehet ott lenni egy hetet, egy hónapot, egy évet akár, de itt a legjobb. Ezt nagyon megértelek ezzel, én is így voltam, ugye 6 évig vezettem társulatot Csehországba, de nagyon jó volt hazajönni, jó, hogy volt hova jönni, és itt tudunk értéket teremteni. Még utolsó kérdésként, mert sajnos elfogyott alulunk az idő, nagyon-nagyon sok mindenről tudnék még veled beszélgetni, de te ezt hogy élted meg, csak pár gondolatot arról, ugye még balettszerző nem voltál korábban, tehát most azt hiszem az első munkák a Phantom Fájdalom volt, amiben Kocsák Tibor zeneszerző is részt vett, egy nagyon izgalmas munka volt, hogy te hogy élted meg azt, hogy a műved megjelenik egy speciális színházi műfajon keresztül a tánc nyelvén, ami egy teljesen más nyelv, mint a beszélt nyelv. Az volt, amit te gondoltál? Nyilván élt egy kép a fejedbe, hogy ez majd milyen lesz ez a tánc, vagy akár milyen lesz az idézőjelek. Ez olyan volt, amilyennek te elképzelted? Hát ez majdhogy nem mindegy. Mert hogy ha az ember nem egy maga határozza meg egy műnek az alakulását, akkor tudomásul kell vennie, hogy nem minden olyan lesz, mint ami az ő fejében él. Tehát, hogyha te most azt várod, hogy igazoljon vissza az, hogy a gondolkodásunk és a szemléletünk, meg a színpadról alkotott nézetünk, az közel áll egymáshoz, akkor ezt szívesen megteszem, igen. Nem, megmondom, miért kérdezem, mert a Bartók Béla, ugye amikor a Harangozó Gyulával együtt dolgozott, csodálatos mandarinról beszélünk, ő egy pantomin játékot képzelt el. És akkor az idősebb Harangozó Gyula, ő meg egy táncjátékot, voltak benne pantomim elemek, és biztos, hogy furcsa lehetett a Bartóknak, hogy nem olyan lett, mint ahogy ő azt megálmodta. Neked ilyen furcsaság nem volt? Nem.
hála jó Istennek. Bár akkor se lett volna semmi, hogyha van, mert mégis ott is egy komoly érték jött létre, egyrészt a Bartók zenéjét kapcsán és a harangozó koreográfia révén, ami nagyon sok évet vagy évtizedet megélt. Tényleg legutolsó kérdés, hogy még jobban megismerjenek a nézők, hogy van-e kedvenc hobbid, amikor éppen nem dolgozol? Van-e valami, amivel szívesen foglalkozol szabadidő, amikor nem írsz, nem balettet szerzel, nem politikus vagy, nem vállalkozó? Hogy tudsz kikapcsolódni? Arra vagy kíváncsi, hogy horgászom, vagy fafaragással foglalkozom? Hát, vagy akármi mást. Nem horgászom, pedig vízparton élek. Több hobbim is van. Tehát el tudsz vonatkoztatni a munkától? Van menekülési pálya? Szeretem a vizet, tehát mondjuk nagyon szeretnék a Velencei tavon hajózni, hogyha... Az egy külön műsort megérne, hogy azzal mit lehetne, vagy mit kellene kezdeni? Ha lenne benne víz, tehát az én remek kis motoros hajómat idén nyáron és már júliusban ki kellett emelni a tóból, pedig... Ez nagy szenvedély, vagy nagy szenvedély lehetne, igazság szerint adja is magát. Tehát ugye, mint a Velencei tónál nőttem fel, és a gyerekkoromban kajakoztam, eveztem is, ezért nem is volt kérdés, és amikor megtehettem és megengedhettem, akkor letettem a hajóvezető jogosítványt, és hajót vásároltam. Tehát hogy ez egy, és hála jó Istennek úgy alakult az életem, hogy ezt meg tudtam engedni magamnak. Rendkívül módon el vagyok keseredve a Velencei tó állapota miatt, és szeretném, hogyha ebben lenne változás és javulás. De te mondtad azt egyszer, hogy ez 150 évente megtörténik, tehát ez egy természetes folyamat? Hogy néha kiszárad a Velencei tó? Elvileg természetes folyamat, hogy bizonyos időszakonként a Velencei tónak a vízszintje nagyon csökken, de hát ezt nehezen veszük tudomásul. Tehát a történelemkönyvben olvasni ezt viszonylag könnyen meg lehet tenni, de... Csak ne a mi életünkbe történik. Igen, de tehát a mi életünkben ez nem biztos, hogy olyan szerencsés. És hát egyébként pedig rendkívül módon érdekel a vadászati kultúra. Erdőt járni, ahogyan Széchenyi írta, az erdőzugást hallgatni, az egy fantasztikus dolog, pihentető. Tehát igazság szerint engem az is ki tud kapcsolni. Amikor van időm, elmegyek falabdázni, rettenetesen szeretek úszni, nem látszik rajtam, de nagyon szeretek úszni, bár mostanában megint nem járok úszni, de igazán kikapcsol az úszást. Tehát, hogy miközben semmibe se vagyok monotónia tűrő, az úszásban abszolút monotónia tűrő vagyok, akármennyi ideig tudnék úszni a vízben. Tehát ez... Elsimon László, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszönöm. Megosztottad gondolataidat. Nézőktől elbúcsúzunk, de hamarosan jövünk vissza a Balett Café következő adásával. Tartsanak velünk!